Ritkán látható jelenetet sikerült megörökíteni a belarusz-litván határon. A Vilniuszi belügyminisztérium videóján jól látszik, ahogy 12 állik felfegyverzett belarusz rendőr próbál meg erőszakkal áttessékelni 35 iráni bevándorlót a piros nyíllal jelölt zöld határon. Ezzel a pajzsos sisakos rendőrök benyomultak az EU és a NATO területére, megsértve a nemzetközi jogot. Minsk viszont másként látja az esetet. Egy másik szögből felvett videó alapján amellett érvel, hogy éppen a litvánok akartak megszabadulni a menedékkérőktől. Ezt semmi sem támasztja alá. Az Európai Unió régóta azzal vádolja Lukasenka elnököt, hogy szándékosan fogad be közel-keleti migránsokat, és küldi őket tovább nyugatra, hogy ezzel álljon bosszút az országát sújtó szankciók miatt. Litvánia megerősítette a belarusz határvédelmét és megkezdte egy kerítés felhúzását is. Ezen viszont elsőként a rezsim elől menekülő belaruszok fognak fennakadni.